Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Creeper World harmadik részének folytatása. Menjünk a következő bolygóra, ezen az érdekes utazáson. Egy pályán, egy körében kettő is. Jó. Szifon. És jön a terp. Egy érdekes eszköz, amikkel lehet szabályozni, hogy milyen magasságra építsünk. 9-es magasság. Miért érdekes, mert akkor így szépen be tudjuk zárni magunkat. Már ha nem felejtjük el, hogy ide is kell egy terp. Látom, most nincs bánya hely. Nem ezt a tutoriált kihagynám, az a shield key. De ahogy ez ennyi volt, túléljük a elég ideig, akkor egyszer meg vagyunk. Kicsit felgyorsítom. Úgy látom, ez ennyi.
Igazából viszonylag könnyű. Tényleg csak annyi, hogy várjuk, amíg elfogy. Mennyi van? 26 magasság. Mert folyamatosan fogy. És valóban a mortárok azok, amik megoldják az ügyet. Tetemes távolságban tudnak igen pusztítani. És ugyanezt felteszem, még 18-19, még annyi se. Fölösleges zajt azt úgy érzem, egy kicsit lejjebb veszem, mert lehet, hogyha... Na így sokkal emberibb. Hát tényleg csak várjuk azt, hogy elfogyjon, mert ez esetben bármennyire is banális. Elég gyors ahhoz, hogy felépüljön. Az igen hatékony lenne. Picit gyorsabban fogyjon. Próbálkozzunk kicsit kitakarítani. És azt hiszem, itt összesen ennyi volt a cél. Jupi! Hát ez nem volt egy fenomenális komplexitás, bár ez a terraformálás bemutatta azért. No, hát újabb érdekes küldetés, két tegytetőn van.
No. Okay. Ó, na, a Strafer az egy érdekes eszköz. Akkor előre megépíted őket, és utána majd egyszer lesz belőle fegyver, majd egyszer használni tudod. Kiválóan alkalmas ennek a központnak a lerombolására, meg itt a földgyűlöm lett. Bogyóka ellen, na itt jön a gond. Reméljük időben föl tud épülni. Egy sajnos az előbb elveszett. De most már itt kezdenek ezek működni lassacskán. Lassacskán csak. Eddig jó lenne, ha gyorsabban is működnének. De hát nem nagyon működnek. Mert akkor például azt a bányát üzemeltethetnénk. És akkor abból egy sprayer kijönne. Itt valahova. De hát az nagyon messze van még. Na, egy vagy két szumó kell még ide. És utána egy energia, hogy dolgozzon is az a fegyver. És onnantól kezdve jók vagyunk. Legalábbis nem állunk olyan rosszul. Inkább így mondanám. Lehet adni nekik egy területet, aztán majd oda mennek maguktól, amikor föl vannak töltve. Ilyen értelemben kicsit fire and forget jellegűek, ami egyébként hasznos. Nem kell bügyögöni vele. Persze kockázatos is. No, hát azt hiszem, hogy picit föl lehet gyorsítani. Ó, no, és igen, megkezdtük a szumó kiöntését.
És itt az ideje akkor egy nullifiernek. Amivel hirtelen egy kicsit előrébb leszünk. Mennyi ez? Viszonylag gyorsan sok. Legalább több, mint a másik kettő együtt. Oké, hol a nullifier? Remek hír! Előbb-utóbb beletalálok. Rendben, hát ez megint nem már csak építkezés kérdése. Ennyi, győzelem. No, és Flick vagy Tiplex? Hát legyen ez, talán ez tűnik szórakoztatónak. Aztán megyünk a Tiplexre utána. Hát ez kemény lesz, úgy érzem. Okay. Jó, hát ez egy örökké valóságig fogunk itt építkezni.
mondjuk, ha nincs beam, akkor igazából nincs mit elveszteni, ezt most várjuk. Nyilván kellemetlen meg minden. De egyébként csak az a kérdés, hogy meg tudjuk-e építeni a sprayereket, amik majd megoldják az ügyet. Ah. Bombázok. Végül is az is egy módszer. No, hát... Most nyilván alapvetően a generátorig várjuk, amint elkészülnek. Azonnal jók leszünk. De persze minden egyes kollektor az bónusz. Sem túl drágák. Más nem, akkor egy kis segítséget tud hozni ez az ügy. Hogy ne olyan nagyon-nagyon sok horda legyen itt. Nyilván lehetne kicsit gazdaságosabban elhelyezni ezeket a reaktorokat, de hát az már egy másik ügy. Oh. Azért némi antisprayt is betolnak. És akkor mehet a nullifier. Nem tudom kirakni a nullifier. Thank you.
Érdekes. Úgy akkor más nem tudok tenni, mint hogy ilyen AC-val befedek mindent. De az csak olyan korlátosan segít. Ennyire nem volt korlátlan. Mi is olyan frankó. A menüben úgy érzem a hangot még lejjebb kell venni. Úgy élvezhető legyen. Jött be. Na, ja, mindjárt jobban állunk. No.
Na hát, annak egyébként nagyon nem örülök, hogy ezt így nem tudom lerakni. Egyiknél se. És muszáj vagyok ilyen állandó bohóckodást csinálni. Ebből adódóan. De hát ez van. Majdnem kitartottál. De nem. Nem, te nagyon jó helyen vagy. Na, az egy újabb pajzs. Egyáltalán nem áll olyan rosszul, mint elsőre gondolnánk. Na, ezt visszaküldjük még, hogy azért legyen egy kis segítsége. És akkor elvileg meg is vagyunk, amint az a nullifier megépült. Remélem ezt nem kell elfoglalni, csak azért, hogy elfoglaljuk. Nem, helyes. Na hát, már ennyi volt. Folytatjuk az utolsóval majd ezzel legközelebb.